Az utolsó simításokat végezték csütörtök délelőtt az Újfehértó városhatár és a Honvédelmi Sportközpont közötti szakaszon a Magyar Közút munkatársai. Így már nem csak belterületen, hanem a 3504-es út külterületi szakaszán is biztonságosabban lehet közlekedni. Az utat két ütemben tavaly és idén korszerűsítették. Újfehértó belterületi szakaszát már a tavalyi évben a Magyar Közút saját forrásból felújította. Ez egy 1,5 kilométeres szakasz volt. Az idejében került sor a településtáblától a Honvédelmi Sportközpontig tartó szintén 1,5 kilométeres szakasz felújítására. Ez összesen 3 kilométer. Itt az idei évben megépített 1,5 kilométeren a régi aszfaltburkolatot teljes mértékben, egészében profilba martuk. Ezt követően került sor, mint egy 900 tonna aszfalt beépítésével az 5 cm kopóréteg megépítésére. Mindkét oldalon a külterületi szakaszon 1 méter szélességben 200 köbméternyi anyag bedolgozásával földpatkát építettünk, és az elkészült új aszfaltot tartós burkolati jelekkel láttuk el. A kül- és belterületi szakasz felújításának az összköltsége több mint 160 millió forint volt. Az átadó Simon Miklós, a térség országgyűlési képviselője azt mondta, az elmúlt időszakban 12 belterületi szakaszon újult meg az aszfalt Újfehértón, jelentős arányban kormányzati támogatásból. Az elmúlt évtizedek óta soha nem volt ennyi volumenű útfelújítás a városban, úgyhogy köszönet a Fidesz-KDNP kormányának, mert jószerével az utak többsége, az önkormányzati belterületi utakra gondolok, az kormány támogatásból újult meg. Emlékeim szerint egy útszakaszt az önkormányzat saját erőből is felújított, tehát az arány körülbelül ez. De én ezt nem azért mondom, hogy lekicsinyeljem az önkormányzat munkáját ebben, hanem ez egy általános arány, hogy nagyjából tizedét tudja csak az önkormányzat máshol is útfelújításokra költeni, mint amit az állam költ. Tehát ez állami feladat is nem különben, míg belterületen ugye ez önkormányzati feladat lenne. A képviselő elmondta, választókerületében 2018 és 2022 között összesen 60 kilométer út újult meg, csak nem 5 milliárd forintból. Jelenleg a Balkány-Bökönny, Máriapócs, Nyírgelse és Encsencs térségében zajlik útépítés.